mindig tele vagyok csipával. Azért kell ennyire korán mennem reggel, mert jött egy adakozó srác, ezek így vannak elmentve a telefonomban, ezek a srácok. Szóval jött egy adakozó srác, és ő azt mondta, hogy ő reggel fog jönni. Természetesen én is írtam. Ez így nehéz ügy. Úgyhogy majd így elszem. Már csapkodom a buszt, vagy valami. Én mert nekem körülbelül egy óra, amire odaérek, szóval egy diszkrét fél órát késni fogok. Addig egy vitamin. Gesszük vitamin. Esik az eső. Úgyhogy én a mindig. Jó van, szóval. Megjöttünk. Jövünk már. Na, egy. Itt vagyok ismét a műhelyben. Ismét teljesen egyedül. Természetesen, mert... Hát a műhelynek ez a lényege, nem? Hogy maradjak egyedül, nem? Szóval a műhelynek nem az a lényege, hogy esetleg itt valaki segítsen nekem, hanem az a lényege, szóval micsoda kupli van, várjál. Mindjárt jövök, várjál már. Így is bocsánatkéréssel kell kezdenem, mert volt itt egy adakozó, aki egy ilyen diszkrét 40 percet várt arra, hogy megérkezzek, mert úgy elaludtam, mint a húzat, pedig a húzat nem szokott elaludni, és hozott körülbelül, tudom, ti ilyen elavult hülye gyökerek vagytok, pénzben kifejezve, mert ugye hát neked mit lehet elmagyarázni, nem pénzben, nem? Hibátlan táp. Egy hibátlan 775-ös, 1.6-os dual core, tehát két magos, 1.6 meg 1.6 az egész jó. Hozott kettő darab billentyűzetet, mindjárt. A teje. Hát most ez ilyen multipak. Várjál, mert összetekertem. Szóval egy K120-as Logitech, ő az egyik. I hope you see that well. Oké? Okay? Még dobozzával mindennel együtt. Másik pedig egy BTC nevezetű billentyűzet, teljesen hibátlan, funkció gombokkal, mindennel, úgyhogy hát tök jó, 40 percet várattam itt szegényt, hát szégyellem magam, megmondom őszintén, én nem szoktam elaludni, de ez most nagyon benéztem. A másik gomb természetesen 0 km-ről beszélünk, tehát egy gomb nem lett leütve, maximum gyárba, amikor még a gyárnál való tesztelték. A processzor természetesen, mindjárt megtisztítjuk, és akkor bekerül a többi processzorhoz. Ugye itt van a processzoros láda, csak az a baj, hogy ez billeg eléggé, nem baj. Mindjárt először a rongyi-mongyit, ami nem tudom hol van. Elég a múltkor valahova ide raktam, csak itt van. Aztán majd is mindjárt le fogok vetkőzni, mert itt már elég meleg van, itt ennek a fűtéscsövek, meg a meleg, víz, lefolyó, úgyhogy itt azért nagyon jó idő van. Valahogy le kéne ülnöm, de az úgyse fog menni. Felébe. Valamit mindjárt kitalálok valamit. Még természetesen fogalmam sincs, hogy mit, csak úgy kitalálom. Mindjárt kitalálom, hova tudlak titeket letenni, jó? Addig maradjatok itt. Billegő számítógép tetején vagytok. Na jó, van, szóval itt a jó kis 775-ösünk. Tokkal.
Jó, hogy nem vonóval, nem? Szóval tokkal, vonóval. Úgyhogy most meg kell pucolni. Azt kell megpucolni, természetesen. Ja, és zóg az eső odakint. Szóval tök jó volt a zógó esőben 40 percet váratni szerintem. Bocsánat, remélem nézed ezt a videót, én nem akartam. Nem akartam ennyit késni, meg így elaludni. És éppen megtörlöm a procit. Meg az lesz a lényege, hogy lehet majd látni, hogy mekkora, milyen, hogy hívják, hogy gyártották, stb. És így a többihez képest ugye majd jobb helyet kap. Szépen letörölgetjük, és ha le van törölgetve, ez ilyen antisztati rongyi egyébként, tehát nem sérül meg tőle a proci, ahogy törlöd, és le lehet törölni róla, nem van ez a fűzsírnek nem ez a dolog, ez a hővezető zsír. Ilyen, most van is rajta. Oké. Okay. Természetesen a hibátlanok közé tesszük be egyből, pipa még nincs rajta, mert ugye nem teszteltük. De a másik rendszer, amit hozott, az kicsit több, mint a szükséges durva, mert két magos, kettő kettes. De 4,4 gigás. Tök jó, arra már a kábelt föl merem rakni. Dobok egy kis rendet. Nem viszem túlzásba. Aztán majd megmutatom, hogy mi a fene az itt, jó? Az a baj, hogy... ahogy mondtam már az előbb is, mindent egyedül csinálok, tehát... nekem nincs egy operatőröm, hogy na, ezt mutasd, meg ezt mutasd, meg ezt mutasd. Emlékeztek, a múltkor volt nekem ilyen videóm, hogy szombaton műhely. Na, kvízjátékunk következik. Tudom, hogy vártátok. Na, szerintetek hány ember jelentkezett arra, hogy önként és dalolva segít nekem ebbe a munkába, ami itt van? Tippeked ide alulra, kommentbe nem kérem. Mert valószínűleg látjátok, hogy ez a rengeteg ember, aki itt van, ez mind segíteni akar. Szóval tök jó. Természetesen nem árulunk zsákba macsit. Pontosan tudjuk, hogy milyen gigabájtos alaplap van benne. És hogy az mennyire Uber, nagyon-nagyon jó. Vagy ahogy mostanában a taxisok szokták mondani, hogy Uber király. Na, lássuk itt ezt a jó kis jó gépet. Van. Tehát amit így per pillanat látunk, teljes komplett gép, ugye bekötés még nagyon nincsen. Hol kell ezt nézni? Ja, itt, pont itt. Ez egy Gigabyte GA 945 GCM S2C deszka. Van benne egy Express, két PCI. Természetesen van a proci, de elég gyér a hűtő. Mindegy, egyelőre hagyom, mert valószínűleg jó. És előre preinstallált memória van benne, 3G. Van benne egy satás vinyó, ami természetesen kirepül, mert telepíteni kell. És nekünk van egy másik satás vinyónk, amin haver, hát ez sata, van rajta KDE, videó, gamma, teljesen kész vinyó, már föl van készítve, és hát itt a bűvös sata konnektor, úgyhogy természetesen ez kerül a helyére. Ja, és van benne egy rack, ami hát nagyon most így nem tudok használni, van benne egy DVD író, ami idés. Na mindegy, szóval ez amit most kaptunk. Teljesen. Én mindig nem tudom, hogy hova tegyenek benneteket, mert titeket lerakni valahova, haver, hát maradjunk annyiba, hogy nehéz, jó? Itt van a tápunk. Nincsen tesztelve, de annyit már látok, hogy rövid. Tehát van nekem itt a piros filcem. A piros filcen jelöljük a funkciót, illetve a hibát, hogyha valami hiba történik. Ebben az esetben természetesen semmi hibáról nincs szó, de rövid. Tehát a tápja az nem a széles tápokhoz való, hanem a rövidhez, és nincsen benne plusz 4-es csatlakozó, tehát a 478-asok szintjét sem éri el ez a táp, de majd erről bővebben, jó? Na, valami furcsaságot láttam, de szerintem itt nincs semmi hiba. 235-ös a táp. Hát ez most sok vagy kevés. Figyelj, integrált videókártya, az integrált Celeronhoz, tehát az bőven jó. És akkor ráírjuk, hogy rövid, meg az, hogy -4.
De én ráírom, hogy 240. Nem nagy csalás, nem? Minimális. Úgyhogy ráírtuk, hogy az 240-es, mert hát az miért ne. És ebben az esetben természetesen, már amikor kezelés alá kerül, már tudjuk, hogy hát ez a táp ide nem jó, ez ide jó, stb. Úgyhogy hát innen megyünk tovább. Pont nem látjátok, de egyébként itt van lenne a gép. Meghúzzuk még ezt a lacakszéket is. Most egy kicsit így elgondolkoztam, mert hát ilyen mérnök emberek és hatalmas lelkek vannak itt fölöttem ezeken a képeken. És így alattuk dolgozni azért jelent valamit, nem? A dolgozásra még így is lehet hallani, ott a lefolyon, hogy csörög a víz. Van annyira jó az a mikrofon? Lehet azt hallani? Nem biztos mi. Na, úgyhogy kaptunk egy dönői idés rekket. Rek, az nem tudod mit jelent. Őt, te csávó. Na figyelj! A rek az úgy működik, hogy ez egy hely, egy fiók. Ez így van benne a számítógépedbe, üresen, látod? Üres. A fiókba be lehet tolni egy ilyen tokot. És ebbe a tokba be tudsz tenni egy UDMA 133-as sebességű, IDE kötésű vinyót. Ugye ne kelljen magyarázni, mi az az IDE, illetve IDE kötésű vinyó. Ezt belerakod ebbe a fiókba, benne van, ugye szépen be van kötve, és a számítógépbe becsúsztatod, kész. Vágod, és benne van. Előbb bekapcsolod, be van kapcsolva, megy. Tehát, hogyha te félsz attól, hogy ellopják az adataimat, kikapcsolod, kiveszed, és mint egy táskát így viszed magad, még füle is van. És viszed magaddal a táskát, olyan nehéz, mint a ülőnek a lába, szóval nem valami könnyű, mint egy 4 éves gyerek. Na mindegy, a lényeg az, hogy annak idején ez volt a hordozható adat, és működött, tehát nehéz volt, mint a dög, de ettől még szerettük, mert működött. Jó, aztán van még hírem, természetesen. Láttátok, hogy itt van elszorva, ittottam ott ilyen salgó polc, amivel megpróbálunk itt dolgozni. Hát kicsit ferde, kicsit régi, meg rozsdás, meg csúnya, meg még néha anyázik is. De ettől eltekintve, tavaly azért szokott működni, tehát lehet rá pakolni. Ez eddig tök jó, meg vicces, meg minden, de én arra gondoltam, hogy felhívom Sargó Tarjánról egy olyan emberkét, aki ezekkel foglalkozik, és ő azt mondta, hogy figyelj, semmi akadálya, kiküldte az emberét, osztottak, szoroztak, ennyi kell, rengeteg tengeranyag kéne ide, mert ugye ezek eltérő méretek, rossz lábak, elég rozsdásak, tehát le kéne cserélni, mert tényleg nagyon gáz, ez rossz benne, az rossz benne, ez mennyire meg van sérülve, ez el van hajolva, ez így rossz, úgy rossz, amúgy rossz. És olyan összeg jött ki a végén, hogy... Na várjál, akkor ezt máshogy mondom. Szóval a farkas megtudta, hogy mennyi lesz a salgópolc. Mennyi? És természetesen a salgópolc így nem egy obis áruházba bevásárolt lécekből összeeszkábált valami, hanem az egy fél életen keresztül kitart. De ettől eltekintve, haver, a salgópolc mint olyan soha nem volt olcsó. És mint láttam, az én esetemben sem lesz az. Úgyhogy arra gondoltam, hogy kis pénzt még gyűjtök. És hogyha begyűjtöttem azt a pénzt, ami ehhez szükséges, akkor be fogom rendezni ezt a műhelyet salgópolcot. További előnye egyébként a salgónak, hogy te amikor mész a másik helyre, másik műhelybe, tehát ugyanabban a műhelyben ugye csak másik helyre, tehát elköltözöm, vagy ilyesmi, te azt szét tudod szedni, és elviszed a másik helyre. Tehát ez így moduláris. Mint a Lego. Szétszeded, összerakod, szétszeded, egy lap az rámegy, azt ne aggódjál. De tudod mit? Megéri, mert van. Csak ezt ki kéne fizetni, és hát ez nem egyszerű. Ez tipikusan az a DVD író, amit nagyon nem szoktam szeretni. Nem a belájkolós DVD író. Erre kicsit leportalanítjuk, mert kicsit már használatos. Van itt nekem egy portörlő rongy a szélén, csak koszos. Hát mert mindig abba törlöm a port, nem? És akkor koszos lesz. Na, úgyhogy én arra gondoltam, hogy ezt a szettet így megcsináljuk. Meg ezt. Ezt ide rakom 1, 2,
Most mi van? Várjál, már az egyik hiányzik. A csávó. Kaptam ilyen hátlapot. Ja, meg kéne reggeliznem, mert vettem reggelit, de... Hát haver, úgy rohantam, hogy ez már nem megy nekem, ez a reggelizés dolog. Hol a hátlap? A fenébe. De azt is láttam egyébként képzelni, hogy... Hát, hogy nincs. Mert ez már régi egy készülék, aztán ilyenkor már hátlap problémák a között. Jaj, most eszembe, ott még nekem van hátlapom, aztán nézzük egy sima feketét, azt el van intézve. Na, úgyhogy arra gondoltam, hogy ezt SSD-vel? Persze. Szóval a SATA-t akartam mondani, betesszük a SATA-s vinyót. Illetve hát, mint látjátok, az adott helyszínen beteszem. Igen, egyedül. Beteszem a SATA-s vinyót, és hát egyszerűen csak működik. Egyik ez az elvárás, jó? Természetesen ki is fogjuk próbálni, hogy mennyire működik, mennyire nem. Jó, nem Western Digital, ne aggódjatok. Ez egy Samsung. 160-as Samsung. Jó nagy, mi? Ahhoz képest, hogy nekem egy 20-as bőven elég lenne. Jó nagy 160-as, vigyó. Mindegy, félretesszük, mert ezen még semmi nincsen. Ez pedig természetesen már készen van. A problémát a... Egy kábelezési gondjaim is lesznek, ugyanis nincsen SATA kábelem, egyetlen egy darab. Olyan persze, nyugodtan le kell verni mindent, abban nincs hiba. Egyetlen darab SATA kábelem van. Hát tényleg nem sok. Nem. Úgyhogy ezzel fogom majd bekötni. És ha be van kötve, akkor végre munkába is tudunk állni. Itt rengeteg olyan kábel van összecsomózva, amire az életben nem lesz szükség. Úgyhogy szerintem mostanában fog jönni a nyírbálós rész. A nyírbálós rész az azt jelenti, hogy minden olyan dolgot, ami nagyon nem kell ide, azt kikötjük, kivesszük, és hát megszüntetjük. Na, ezt a szót kerestem. Olyan házban van az alaplap, ami nem teljesen tudja felrögzíteni, mert van hiány. És még a ház is hideg. Csomó ideig ott vártak rám, 40 percig. De fogom, és tiszta ideig. Szóval egy élmény itt a műhelyben dolgozni, pláne úgy, hogy egyedül. Ugye előkerítem a fogómat, mert hoztam fogót, képzeld el. Mert én úgy gondoltam, hogy egy fogó nem fogó, mert ugye most már van két fogunk. És az egyik hosszabb, mint a másik, ezt így látjátok? Tehát ilyen jó, hosszú fogó. És ezeknek az a lényege, az a poén ezekből a fogókban, hogy lehet velük tekerni és vágni. Tehát magát az olló funkciót is ellátja a fogó. Vannak rá egy példát, jó? Ezt valószínűleg felismeritek, mert elég távol van. Ez a kis lemeznek az áramellátása, mint olyan, de haver. Miért van benne kettő? Mert az úgy szép. De nem nagyon értjük, mindegy. Úgyhogy egy pár dolgot most megnyírbálunk, és... Hát utána majd jövünk tovább, jó? Ja? Addig meg... Szóval értem. Nem tudom, mitől rázkodik a kép. Teljesen nyugodtan tartom. Amint éppen látjátok, működik, de úgy simán. Ugyanaz az alaplap, GL945 blablabla. Van benne egy két magas proci, ami 2 GHz-es, van benne egy darab SATA meghajtó, meg egy idés DVD író. És... hát olyan egyszerűen csak működik, jó? Úgyhogy monitor, mint integrált, 8 megás, legalábbis 8 megas érett memóri, és egy kék KDE van rátöltve. Na, ez a kék KDE, ezzel a 8 megás tényleg nincs benne videókártya, csak az az integrált vacak. És ez a 8 megás vacak következőre képes, nem tudom, azt, valószínűleg azok a srácok csinálták, akik a KDE-t önmagában lapozható a kocka. Tehát
azon a kockán, amin éppen vagyunk, így lehet lapozni, hogy melyik oldalát akarom nézni, és haver, egyszerűen csak működik. A Quake 3, ezzel a 80-as vacakkal, most hirtelen nem tudom, hol van, ja, itt van, ilyen 20 FPS körül van, gyorsan be. Gyorsan berakjuk a izét, botokat, betöltési sebesség is egész tűrhető. Úgyhogy ez a helyzet. 30, 40, 50, egyébként ez ilyen 20-25 körül fog realizálódni, már amennyire ez megy. És jó. Ilyen médiumon van a grafika, közepesen. Ide úgyse kell nagyobb grafika, mondom, hogy a 20-25 körül van a vége valahol. De haver, hát ez egyszerűen csak működik, úgyhogy minden a legnagyobb rendben van, ez már is kész van. Jó, akkor mondanám a helyzetet, mert végülis ezért tartunk itt, ahol tartunk. Mondanám a leltárt, jó, hogy mi az, ami van. Ez tehát most el van innen takarítva, oda föl van dobva, mert ez már kész van. Mint látjátok, ez egy KDE teljesítésű számítógép, úgyhogy ebben hiba olyan nagyon nem lesz. Van 3 darab számítógép készen. Na nézzük akkor a leltárt, mert végül is ez az, ami még nagyon fontos. Mivel kezdjük? Mondjuk kezdjük azzal, amiből sok van, jó? Ha sok van például a DVD olvasóból, hát ebből igen durva mennyiséggel készelét be. Ebből ne küldjetek többet. PCI-os úgynevezett S3 triókat sem. Na, nézzük egy problémát. Jaj. Az egyik legfontosabb probléma az, hogy mint látjátok, ez a fürdőzéses videó, ez a pancsi videó, ez nem jött be. Pedig én azt hittem, hogy na erre majd az emberek így megmozdítják a kisujjukat, és segítenek, de nem. Nem így lett. De ez az egyik legfőbb probléma, hogy már megint egyedül csinálom. És kicsit visszaemlékszem, ugye régebbi időszakra, hát régebben a messzi-messzi memóriát kell nekem a hosszú távú memóriának az utolsó bugyraiba kell belenyúlnom ahhoz, hogy előkerüljön olyan emlékkép, amikor én nem egyedül szerelem a gépeket, hanem például a nagy Tiboriusszal, vagy esetleg egy másik segítővel, de hát azok az évek elmúltak, igaz? De most már vagy egyedül csinálod, vagy nem csinálja senki. Ennyi. Tehát ez így nem jó. Én nem azt mondom, hogy nem operatőr kéne, de rengeteg feladatot el tudnának látni emberek, akik meg segítenek. Tehát, így egyedül mindent megcsinálni nagyon kemény, nem? És hiába jelentek nektek minden alkalommal, amikor bejövök egy műhelybe, hogy most ez történt. Gyanítom, ez senkit nem érdekel, hogy ez a műhely most hogy áll. Azokat a srácokat érdekli szerintem egyedül, akik lehetőséget látnak benne, hogy végre van egy srác, aki el tudja vinni a veszélyes hulladékomat. És nem kell kidobnom. Hanem én oda tudom neki adni, és akkor ő majd kezd vele valamit, de hogy mit kezd vele, az meg annyira mindegy. De már végre megszabadultam ettől a régi Pentium 4-től. Aha. Szóval ez így elég kevés. Nincs, hogy családomba kivihetném a gépet, érted? Ha most kész lenne, mert például lenne tápkábelem, ami nincs, szóval lenne tápkábelem, akkor sem tudnám kivinni a számítógépet egy családhoz sem, mert senki nem szólt, hogy neki kéne gép. Érted? Úgy senki. Van egy ismerősöm, aki néha-néha tud szeretni egy-egy családot, de ezt a sztorit elmondom, mert ettől dobsz egy háttast. Szerintem egy támlás székre üljél. A múlt hétvégén én műhelyet szerettem volna csinálni, csak azért nem jött össze, mert hát egy kicsit pihenni is szerettem volna. Úgyhogy inkább pihentem, nem jöttem ki a műhelybe, és tudtam úgy is, hogy nincs új anyag, úgyhogy semmit nem tudok haladni. Most ez a szombati nap az is azért jöhetett csak létre, mert volt egy adakozó emberke, aki hozta ezt a nagy teljesítményű kétmagos számítógépet, amiben a
KDE rendszer került, és hát úgy megy, ahogy fú, hát fantasztikus, még a Mega Glass-t is elindul rajta, pedig az aztán nem kis játék. Szóval tényleg, le a kalappal ilyen szupergépet hoz. Hát kidobja a piacra 20 ezerért, úgy elviszik, hogy füstöl. Na szóval, visszatérve az előző mondatra, nem fogjátok tudni, hol tartok. A múlt héten szerettem volna műhelyt csinálni, ugye emlékszel, itt tartottunk. És a múlt héten azt mondta az egyik emberke, ez a segítő kollega, aki próbál ilyen családokat találni, hogy ő talál egy családot, és akkor vigyem oda a gépet. Oké, de most bakker, nagyon fáradt vagyok, én pihenek, és akkor figyelj, tegyük át jövő hétvégére. Oké, áttesszük. És jöttem idefelé, buszon, hát saját autóval, vagy nincs autóm. Úgyhogy járt BKV-ztem a városon egy jó pár szor, mert közben itt várt 40 percet ez a adakozós srác is, nálad még egyszer bocsánat. Úgy jöttem idefelé, felhívtam ezt a másikat, aki ugye a családokat segít megadni, és azt mondta, nagyon nagy baj van. Hát mi a nagyon nagy baj? Leégett a ház? Nem, annál rosszabb. Na, mi lehet az? Hát az a baj, hogy őket kilakoltatták. Vágod? Úgyhogy nem jó a helyzet. De egy kicsit tovább gondoljam ezt a dolgot, most nyugodtan képzeld el, hogy van 9 gyerek, van egy anyuka, aki ezt egyedül neveli, és őket kirakják az utcára, vágod? Hogyha összesikerül rakni, valamilyen minimális csoda folytán, sikerül összerakni ezt a KDS gépet például előtte, és kiviszem oda, átadjuk, meg készül róla a videó, ez az, de jó, mennyibe került, ingyen van, stb. És utána egy hét múlva kiderül, hogy őket kilakoltatták. Vágod? A számítógép így? Ment volna a kukába. Érted? Ez a nem semmi. Hogy ennyin múlik az, hogy az én munkám hol ér véget, tehát hova kerül. És ez egyáltalán lesz ennek haszna, hogy átviszem a számítógépet, attól a családnak jobb lesz-e. Meg egyszer azért elgondolkoztam rajta, hogy az időzítésen rengeteg múlik. Rengeteg. Rengeteg. És nem tudok mindent szabályozni, meg irányítani, hogy ahova a számítógép kerül, akkor annak örüljenek, használják, és akkor a családnak az előnyére válik, hogy nem kell egy teljes számítógépet kifizetni, mert karácsonyra leesett az égből, hozta Jézuska, Krisztus, meg a Úristen, meg a... Tudod, ezek a vallásos hülyeségek. De nem. Nagyon sok esetben például azt a telefonszámot, ahova én leadtam a számítógépet, már vissza se tudom hívni, mert a hívott számon már nincs is előfizető. Aztán remélem, a család még egyáltalán megvan. Ezek úgy elkopnak, ezek a családok, mint a vadonatúj autógumiról a szőrök. Tudod, vannak ilyen pici hajszál szőrök, ahogy öntik a gumit. És így lekopnak ezek a családok. Tehát, nem tudom, hogyan segítsek az embereknek, ha ezt a segítséget is semmiben nézik. Mert hát ahhoz, hogy én működtessek egy ilyen rendszert, azért nagyon kevés vagyok a ver. Mert mindent úgy se tudok megcsinálni. Egyszerűen nem. Hiába vannak itt ezek a nagy emberek, itt ezek a nagy hősök. Egyedül, haver, hát szúnyog szembeszélve, tehát semmi. Semmi, mert nem segít senki semmiben. És egy ekkora rendszert, amit én most itt kialakítottam, így egyedül vinni, és mellette még ott a család, ott a munkahely, ott a... Vannak ilyen világmegmentő csoportok, ahol feltaláljuk a spanyol viaszt, és fú, és mindenkinek király lesz, és ezt így nem lehet egyszerre vinni. Ezt nem lehet. Azon is gondolkoztam egy kicsit, hogyha ez az egész műhelyet így abba hagyom, visszadobom a kulcsot, figyelj, csináljátok tovább, vagy tovább irányítom a telefonhívásokat, mind az egyet. Hogy kell ingyen a számítógép, majd te megoldod, majd te kijössz hétvégente, majd te nem a családoddal töltöd az időt, hanem itt húzod az időt. Szóval milyen változás történne, ha én abba hagynám, ha? Hát ugye csak talán semmi. Annak a családnak, akinek kiviszem, annak tök jó, mert fú, van új számítógép, és ez a csoda körülbelül el is tart egy hétig. Én arra lennék kíváncsi, hogy utána mi történik. Amikor eltelt az egy hét, akkor mi van? Visszaállnak ugyanúgy a testpedésbe, és nem történik semmi változás.
soha senki nem hívott vissza, hogy hello, mi van, élsz még? Soha. Olyan kicsit, mint a Sisyphus. Hogy még én hívom föl, hogy gyere érte, gyere át, stb. És a reménytelennek tűnik. Na mindegy, én rövid ideig még azért viszem. Egy-két gépet még kiosztok, de haver, azt a rengeteg salgó polcot én ide már nem veszem meg. Mert így egyedül ennek semmi értelme. Úgyhogy ennyi volt ez a rész. Legközelebbi része majd jövünk tovább. Remélem abban majd olyan rész is lesz, hogy ez az, kiosztottuk a gépet, és fú, de jó, mennyibe került ingyen volt. Na, tudod, szokásos dolog. Aztán így lassan szerintem ennek vége lesz, mert ezt egyedül ezt a nehéz dolgot én nem hiszem, hogy viszem tovább, mert hát haver, semmi értelme. Semmi értelme, így nincs értelme. Hogy nincs egy közösség, aki ezt együtt vinné tovább, ez így hatástalan. Úgyhogy arra gondoltam, hogy ez ennek így lassan vége. Jó? Mert egyedül ez így szar. Na, mentem, majd legközelebb találkozunk. Legalábbis itt a videó felületen.